Három embert megkéselt egy muzulmán férfi a londoni metróban, az egyik áldozat súlyosan, kettő további pedig könnyebben megsebesült. A támadó a késelés közben azt kiabálta, ezt Szíriáért kapjátok. A Scotland Yard terrortámadásként kezeli az ügyet, ugyanakkor éberségre intette a lakosságot is. A brit főváros Leytonstone-i metró megállójában sebesített megkéssel három embert a muzulmán támadó. Egy telefonnal rögzített felvételen hallatszik, ahogy azt kiabálja, ha továbbra is szórakoztok Szíriával, kiontjuk a véreteket. Az egyik utas a nyakán sebesült meg súlyosan, két másik áldozat pedig könnyebb sérüléseket szerzett. A földön feküdt valaki, miközben egy férfi a korlát mögött egy kés lóbált. Kis kés volt, mindössze 8 centis lehetett. Azt kiabálta, hogy mindenki meneküljön. Az emberek csak segíteni akartak a sérült férfinak, de a támadó ott állt mellette és lóbálta a kést, mondja az egyik szemtanú. A kiérkező rendőrök végül elektromos sokkolóval fegyverezték le a férfit. A Scotland Yard már bejelentette, hogy terrortámadás történt, de a nyomozók azt még vizsgálják, hogy a támadónak vannak-e terrorista kapcsolatai. A brit sajtó az szinte azonnal a helyszínre érkező rendőröket méltatja, csak úgy, mint a fővárosi lakosok. A rendőrség nagyon gyorsan reagált. Én éppen buszon ültem, ami a támadás hírére azonnal megállt. Nagyon gyors reakció volt. Jó, hogy mindenki készültségben van, ha ilyen dolgokra lehet számítani, mondja ez a londoni utas. A brit parlament csütörtökön döntött úgy, hogy az ország csatlakozik az iszlám állam bombázásához Szíriában. Az országban ugyanakkor továbbra is a második legmagasabb terrorkészültség van érvényben, ami súlyos mértékű fenyegetettséget jelent. A brit titkosszolgálatok korábban arra figyelmeztettek, jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre.